Hölgyek, urak, nagy szeretettel köszöntelek az EHF Bajnokok Ligája, Molnár Szeged THW Kiel érkezés utáni sajtótájékoztatón. Engedjétek meg, hogy az asztalnál helyet foglaló úriembereket bemutassam nektek. Filip Ia, a THW Kiel vezetőedzője, Sander Szagózen, a THW Kiel játékosa, Juan Carlos Pásztor, a Molnár Szeged trénere, önösen a Molnár Szeged férfi kézilabda csapatának kapitánya. We'd like to welcome everyone here at the press conference after the game Molnár Szeged against THW Kiel. Here at the table, we are welcoming head coaches Filip Ia from Kiel and Juan Carlos Pastor from Molnár Szeged, and players Sander Szagózen and Jonas Csaman. Megkérem a vendéget, mesterét, hogy értékelje a találkozót. Gondoltam volna, hogy ilyen magabiztos győzelmet sikerül a rapjuk. First, we would like to ask the visiting team's coach to share his thoughts about the game. Would you have thought before the game that this game will go this smooth and this confident for you? Good evening, everyone. Definitely not, because we had a huge respect because in the form of the West Brom team and Szeged team, and I have to admit that I'm really happy and how we performed in the first half. We created great opportunities and make them in so far. It was one of the best first half period what we played this season, and that's why I'm really happy for my players. Second half, we had less than 50% shooting effectivity in the second period so far. That was the point what I was a little bit angry about. In this first leg, in this first 60 minutes, I have to admit that I'm really happy to win this match against a strong Szeged players, and that will be the second leg in Kiel, definitely a hard battle, and we have to be prepared. But this first 60 minutes here in Szeged went very well for us, and that's why I'm congratulate my players. And but we have to focus and stay on this track. Thank you very much. Nagyon örül a győzelemnek. Nem gondolta volna, hogy így alakul ez a mai mérkőzés, hiszen nagyon nagy tisztelettel érkeztek a szegedi rend. El kell ismernie, hogy különösen boldog. Külön az első fél idei teljesítményt szeretnék kiemelni, amikor nagyszerű helyzeteket alakítottak ki, és azt gondolja, hogy a szezon legjobb első fél ideje volt ez számukra, és ez különösen nagy boldogságot jelent számára. A második fél időben kevesebb, mint 50%-os hatékonysággal lőttek. Ez az egyetlen dolog, amit ki tud emelni, ami miatt egy kicsit dühös. De az első 60 perc után mégis nagyon boldog és örül a győzelemnek, hiszen egy erős Szegedet tudtak legyőzni idegenben. A második meccs, a visszavágó, ettől függetlenül Kielben biztosan nagyon nehéz lesz. Ugyanúgy kell játszaniuk, mint a mai mérkőzésen az első 30 percben. Gratulál a játékosainak, ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmüket, hogy fókuszáltnak kell maradniuk a következő mérkőzésre is. Köszönöm szépen, következően Carlos Pásztor értékelése, miben látja a legnagyobb pontot? Next, we would like to hear Juan Carlos Pastor's thoughts about the game. What do you think was the main reason about why the game went this way for us? First of all, good evening, everybody. First of all, congratulations to Kiel. They play very well. We have no chance to win the match. Okay, I think our first half was very poor. Our defense in all match was no good. Mainly the center part of the defense. Okay. Also in attack, in the first half we didn't play good. We miss. We don't create many options. We don't create good performance.
this is the result they get a glance in the film in the end of the first half. The second half, Mirko give us more options to keep in the match. Finally, we create more options in attack. We continue with the same problems in defense, because this is the reality. Perhaps we win the second half by 3 goals, but we continue with the first problems in defense, in the same part. We must check to look for a solution from the second match. We have options to try to arrive to 4 goals. Okay, finally, they are a very good team. They competed very good. We must learn this. No? If we want to pass, to give big steps in Champions League, we must compete like they compete today. No? Sometimes we can check in which mirror we have to see. Sometimes it's Barcelona, sometimes Austria Real, sometimes now it's skill because they are the winners, no? In Champions League. So we must continue, we must, I hope we must, we can train with everybody. Yeah. We try to continue to play next match. To compete, next match, like always. Next match, next match. Először is szeretnék gratulálni a Kielnek, ahogy mindenki láthatta, nagyon-nagyon jól játszottak, és tulajdonképpen egy pillanatig sem volt esélyük megnyerni ezt a mérkőzést. Az első félidőm kifejezetten gyenge volt, a legnagyobb problémáink védekezésben voltak, főleg a védelmünk középső részén akadtak nagyon nagy gondjaink. Ugyanakkor mindemellett támadásban sem tudtunk kialakítani túl sok helyzetet, amikbe szintén belehibáztunk. Így összességében sehol nem játszottunk jól a mérkőzés első fél idejében. A második fél időben Mirko teljesítményének köszönhetően több lehetőségünk adódott, hogy meccsben tudjunk maradni. Támadásban is több helyzetet tudtunk kialakítani, de védekezésben fennmaradtak ugyanazok a problémáink, amik az első fél időben voltak, és ez sajnos most a realitás. Bár 3 góllal megnyertük a második fél időt, de a gondjaink nem változtak meg a szünet után sem. A legfontosabb most, hogy erre megtaláljuk a megoldást. Megvolt a lehetőségünk arra, hogy 4 gólra jöjjünk föl, ugyanakkor azt kell, hogy mondja, hogy ha nagyobbak akarunk lenni a BL-ben, ha meg szeretnénk tenni azt a lépést, akkor ma Kiel mutatta meg nekünk, hogy hogyan kell játszani, milyen csapatnak kell lenni. Néha ez egy másik csapat, néha ez a Barcelona, néha a Villarreal, most ugyanakkor az etalon a Kiel, aki a BL aktuális győztese. Nem edz még mindenki, de nem tehetünk mást, mint hogy a következő meccsre koncentrálunk, hogy versenyben tudjunk maradni. Köszönöm szépen, következően Szegor Szegózen, a vendégek játékosa. Milyen volt belülről a mérkőzés? Next, we would like to hear the thoughts of Sander Szegózen. How did you feel during the game from inside the board? First of all, hello everybody. Yeah, it was. We have big, big respect coming here to Hungary to Szeged. It's a fantastic team with fantastic players. So we knew it would be really tough, but I'm really, really proud today with how we stand out there as a team. We come from a hard loss in the league against Flensburg on Saturday, and we show so much character today. We go out and yeah, like Philip also say, like one of the best first halves I have been here and I have played. So. I'm really, really happy with that. Of course, second half we started missing some shots, and that could happen in handball. But I still think in my mind that we get to good chances. We just have to put the ball in the goal. But we know it will be really hard. We have 5 goals now, and the second game in Kiel will be really hard again. We know how much this is building this team. How hard they work, and yeah, it will be a new fight for reaching the quarterfinal in the Champions League. Nagyon nagy tisztelettel
érkeztek Szegedre és Magyarországra, hiszen tudták előre, hogy egy fantasztikus csapat ellen fognak játszani, fantasztikus játékosokkal. Nagyon nehéz mérkőzésre számítottak emiatt, és ezért is nagyon-nagyon büszke arra, hogy játékosokként reagáltak, ahogy meg tudták mutatni a karakterüket, főleg a hétvégi Flensburg elleni mérkőzésük után. Ahogy az edzője is elmondta, ő is úgy gondolja, hogy az első félidő a legjobb volt. A legjobb első félidő volt, amit ő megélt játékosként a csapatban. Majd a második félidőben kihagyott néhány helyzetet, kihagyott néhány lövést, ami a kézilabdában előfordul, de csak arra koncentráltak, hogy ezek után is menjenek tovább, és ne maradjon bennük. 5 gól előnyük van a visszavágóra, de tudják, hogy milyen keményen dolgozik a Szeged, és azzal kell számolniuk, hogy a jövő heti visszavágó egy teljesen új harc lesz a két csapat között. Köszönöm szépen, következően jön az Sámán értékelése. And finally, we would like to hear Szeged's team captain, Jonas Sámán. Good evening to everybody. Today we was not even close to win. Kiel played really good, congratulations. They really earned the win today. We was far away to win. The only good thing I can see from this right now is that we have one more game. It's not finished, no? So we have second game, that's the only good thing, and 60 minutes left to play. And we need to step up a lot if we want to have any chance against them in the second game. But we know that we can play good handball, really, really good handball when we are okay. So we have 1 week to prepare and come as good as possible to Kiel next week and give them a hard game. Ma a győzelem közelében sem voltunk, a Kiel megérdemelte ilyen arányban is a győzelmet. Nagyon-nagyon-nagyon messze voltunk tőlük az egész mérkőzés során. Az egyetlen pozitívum a mai nap után, hogy van még egy visszavágunk, van még 60 perc a párharcból, ugyanakkor szembe kell néznünk azzal, hogy rengeteget kell fejlődnünk ahhoz, hogyha versenyben szeretnénk maradni, és bármi esélyt meg tudjunk teremteni magunknak. Mindemellett azonban tudjuk, hogy tudunk jól játszani, tudunk nagyon jól játszani. Most van egy hetünk arra, hogy felkészüljünk, és ezt meg is tudjuk mutatni. Köszönöm szépen. Van-e kérdésetek esetleg? Nincs, akkor köszönjük szépen mindenkinek. Köszönjük szépen.